Sziasztok! A mai videó, amivel jövök nektek, az időérzékeny, és kérek mindenkit, hogy próbálja meg végignézni, hiszen olyan információkhoz jutottok hozzá, hogyha nem csináltok meg, akkor kimaradhattok olyan dolgokból, amiből nem biztos, hogy ki akartok maradni. Illetve biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek csúnya dolgok fognak az eszébe jutni azzal kapcsolatban, amit megosztok, viszont arra kérek mindenkit, hogy próbálja meg azért a pozitívumokat is kihallani a videóból, amit mondok, bár konkrétumok a pozitív dolgokkal kapcsolatban még nagyon nincsenek, csak hype, de hát ezt már megszoktuk. De a lényeg, hogy a mai nap a hivatalos Telegram csoportba fölkerült néhány videó, illetve néhány dokumentum arról, hogy milyen határidők vannak, amiket eddig nem tudtunk. Sajnos túl sok időt nem adnak azoknak az embereknek, akik eddig nem csinálták meg azt a dolgokat, amiket meg lehetett volna csinálni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, amit előirányoztak, hogy meg kellene csinálni. Gyakorlatilag az első határidő az december 21-e nap vége, ami magyar idő szerint valószínűsíthető, hogy 22 hajnali 1 óra lesz. És azok, akik a OneArt nevezetű token ingyenes szétosztásból szeretnének részesülni, ahhoz DAISY tokent át kell váltani, és stake-elni kell, hogyha ezt megcsinálod december 21-e éjfélig UTC idő szerint, akkor részt veszel a szétosztásban, ha nem csinálod meg, akkor nem veszel részt. Tehát ezt mindenki döntse magában, hogy szeretne részesülni belőle vagy sem. Az, hogy mekkora mértékben részesül valaki, azt nem tudom. Viszont Jeremy ebben a kis videóban elmondta, hogy a közösség nagyon kis része csinálta eddig meg az átváltást, a DAISY OneLift átváltást. Úgyhogy gyanítom, hogy itt az elégedetlenség az nem feltétlenül abba az irányba megy, ahova szeretnék a vezetők. Nézzük meg a OneArtot, hogy hol tart, 15 centen van. Nem tudom, mennyi volt a listázás, mint hogy a 10 cent körül emlékeznék arra, hogy akkor annyi lehetett volna venni, de ugye a csúszások miatt akkor úgy döntött a vezetőség, hogy akkor 3 millió tokent megvásárol, és ezt majd ingyen kiosztja valamilyen formában. Eddig ugye nem volt információ erről, Telegramon többen kérdezték is, és valószínűleg ez volt a válasz erre, vagy ez a válasz erre, hogy ez így fog működni. Illetve ugye, mivel elővásárlásba vették a vezetők ezt a tokent, ezért valószínűsíthető, hogy ez is ugye a feloldási idejét tölti, és nem félnek hozzá természetesen, mint ahogy semmilyen újra vagy újonnan indult tokennek az elővásárlásban részvevő emberek. Úgyhogy ennyi az első hír, 15 cent, 3 millió tokenről van szó, valószínűsíthető, hogy attól függően, hogy mekkora a stékelési erőd, annak megfelelően arányosan fogsz kapni szétosztva ezt az egészet. Hát nem tudom, hogy hány ezer vagy tízezer ember csinálta meg, gyanítom, hogy inkább ezres nagyságrendben lehet. Viszont, hogyha azt figyelembe veszük, hogy az a pár ezer ember azért több mint 3,5 millió LIFT tokent lekötött, azért az nem olyan rossz dolog. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy kvalifikáld magad az ingyenes airdrophoz, ahhoz le kell kötned uplift tokent. Most ezen sokat gondolkodtam már az elmúlt napokban, és egy nagyon felelőtlen ígéretet vagy felajánlást teszek most. Tök mindegy, hogy a csapatom tagja vagy nem vagy a csapatom tagja,
Ha megnézed az instrukciós videómat ezzel kapcsolatban, és elakadsz valahol, akkor kérlek nyugodtan keres, ír rám az anatol1977@gmail.com-on. Egyeztetünk egy időpontot, és megpróbálok képernyő megosztásra, vagy akár e-mailen, vagy bármilyen módon segíteni, hogyha a szponzorod nem tud, vagy nem akar segíteni, akkor én ezt megteszem szívesen. Természetesen a csapatom tagjai mindig előnyt és elsőbséget élveznek, úgyhogy hogyha valaki a csapatomból igényli ezt a segítséget, akkor az időpont egyeztetéseknél természetesen ők kerülnek előre. De 21-ig nincs sok idő, úgyhogy próbáljuk meg ezt megcsinálni, hogyha úgy gondoljátok, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Szóval másik nagyon fontos határidő az a december 23-a. Ugye fut az első IDO-nk, az első projektünknek az elővásárlási akciója, és december 23-áig tart, eddig majdnem elértük már a 25%-ot, 24,6%-on vagyunk, és ugye itt még bőven van vásárlási lehetőség, hogyha valaki úgy dönt, hogy ilyet vásárol. Elméletileg, hogyha csak a Daisy tokenből indulunk ki, ugye az elővásárlási ár, a listázási árnak a töredéke volt a Daisy-nél 50-ed része igazából. Nem gondolom, hogy nem tudom, $100 fogják listázni a Jumintet, de azért valószínűsíthető, hogy valahol $5-10 környékére várom én a listázási árat, de erről nincsen semmilyen információm, tehát ez csak az én gondolatom. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, akkor ez a határidő, amit tartani kellene. És illetve még itt még elmondta Jeremy, hogy nem beszélhet róla, mert aláírták a titoktartási szerződést, de nagyon nagy bejelentések lesznek a Jumintel kapcsolatban is, amiről én személy szerint úgy gondolom, hogy egy jó projekt, de mint a potenciált látom benne, én nem vásároltam egyetlen egy Jumint tokent sem egyelőre, főleg azért, mert nincsen loadvém, vagy azok a tokenek, amiket vásároltam, és amit tartok, azokat nem szívesen adnám el jelenlegi árfolyamon, még akkor sem, hogyha lehet, hogy rövid távon jobban megérni a jó, mint ennek a tokenjének a vásárlása. Nem tudom, ezt mindenki maga döntse el, hogy mekkora a kockázati tényező, mekkora hasznot hozhat. Ez a jövő fogja elárulni. Biztos vagyok benne, hogy mivel nem mentem, ezért rohadt nagyot fog menni ez az egész, de hát ez már csak ilyen. Jó, a következő, amit még Jeremy elmondott, hogy holnap, azaz ma, mert ugye a tegnapi videójában mondta, vagy hát nem tudom, ma vagy holnap lesz egy pénzheter goldos és gold leaderes megbeszélés. Nagyon sok vezetővel ugyancsak aláíratottak titoktartásit, ezt ugye Ivica is mondta, vagy utalt rá a videójában, úgyhogy ők biztosan sokkal több mindent tudnak arról, ami következni fog 2022-ben, de ezen a Zoom call-on megbeszélik az, hogy mi a terv jövőre, és ugye január 9-én lesz a cég gyakorlatilag egy éves, és hatalmas bejelentések lesznek, ahogy szokott lenni, és sokkolni fogják az embereket, és hát szerintem az első bejelentésen máma sokkoltak nagyon sok embert, na mindegy, ezt meg nem tudom rendesen leforni, hogy rock the world, tehát nem tudom, uralni fogják, vagy nem is tudom, hogy lehetne a jól magyarra fordítani ezt a kifejezést. Tehát 9-én, január 9-én lesz a következő Zoom call, ami nekem egy icipici csalódás, azért örültem volna, hogy hamarabb információt kapunk, de hát ez van, ezzel nem tudunk mit csinálni. Aztán, aki úgy dönt, hogy az egyes pontottal nem foglalkozik,
Igazából nem kell semmit se csinálni, hiszen ugye automatikusan szabadul fel az embernek a tokenjei, és akinek lekötött, azaz fel nem oldott tokenje van, tehát gyakorlatilag mindenkinek, aki az elővásárlásban részt vett, ők nagyon nagy mértékben lesznek megjutalmazva. Amit Jeremy mondott, én abból arra következtetemtek, hogy valahogy ezeket a fel nem oldott DAISY tokeneket le lesz automatikusan, hogyha jól emlékszem, ezt a szót is használt, hogy automatikusan le lesz kötve egy másik nagy üzletben, ne kérdezzétek mi az a másik nagy üzlet, fogalmam sincs, és gyakorlatilag ezzel a lekötéssel hatalmas jutalomban, nyereségben, profitban, nem is tudom, hogy mi volt a szó pontosan, amit használt, részesül mindenki, aki a DAISY token elővásárlásban részt vett. Na most, hogy ez hogyan fog valóságban megvalósulni, hogy gyakorlatilag bizonyos időre, sőt, biztos, hogy le lesz jó hosszú időre, hiszen még van, nem tudom, több mint két, másfél év, egy és háromnegyed év, hogy feloldódjon az összes DAISY tokenünk, hogy azok bele lesznek valami másik üzletbe rakva, és az ott úgymond termeli a lóvét, ami abban a szempontból jó, hogy nem kell új pénzzel beszállni, és akkor ami marad token, ami ugye feloldódik addig január 9-éig, azt kell úgymond csak idézőjelben csak ott kivennünk a klémes oldalról és átváltanunk LIF tokenné, ami azért mind a két dolognak jót tehet, hiszen addigra nem tudom, 15%-a oldódik fel a LIF tokenek, vagy hát a DAISY tokeneknek, és azzal azért óriási nagy forgalomban levő mennyiség csökkenést lehet elérni, hiszen a 180 millió tokenből akkor annak a 15%-a az 18, 26, 7, 8 millió token lesz LIF token csak forgalomban. Úgyhogy az azért jót tehet annak az üzletnek is. Hát ez a másik üzlet, amiről beszélt, ez fogalmam nincs, hogy micsoda és mi lehet, meg mekkora kereseti potenciállal kecsegtet, de hogyha tényleg automatikusan átkerülnek a fel nem oldott DAISY tokenek, és az fog nekünk pénzt generálni, akkor az tényleg szuper lesz, annak nagyon örülni fog, meg szerintem nagyon sok ember fog annak örülni. Aztán beszélt egy kicsit arról, hogy ezen a héten, bár ugye vasárnap van, úgyhogy nem egészen értem a dolgot, de mindegy, valószínűleg karácsonyig a Forex is el fog indulni, de ez csak egy megint egy meg nem erősített dolog, és az én tippem, amiről beszélt ebben a videóban, abból én erre következtetek. Úgyhogy gyakorlatilag ez a hír máma, ami biztos vagyok benne, hogy sokaknak egy sok élményt eredményez, de ahogy mondom, azt a felajánlást tartom, biztos vagyok benne, hogy nagyon felelőtlen felajánlás volt, de tényleg, hogyha valaki elakad, és az, hogy az elejétől kezdve végig kísérek valakit, azt a saját csapatomnak meg tudom ígérni, de másoknak csak akkor, hogyha tényleg lesz rá idő, úgyhogy kérek mindenkit, ha megnézte a videót és igényli ezt a dolgot, próbálja meg a videóim alapján megcsinálni, hogyha nem sikerül, vagy nem biztos benne, írjon rám, segítek a lépéseknél, úgyhogy ennyit tudok felajánlani és segíteni a közösségnek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz az egészből. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!